a mai két órás a tárgyára. Engem Tusnagy annak hívnak, és hát gyakorlatilag az elmúlt években én azt tudom mondani, hogy ügyfélszerzése kapcsolatosan szerintem mindent, amit el tudtok képzelni, azt kipróbáltam, leteszteltem, megnéztem, és gyakorlatilag úgy gondolom, hogy tényleg nincs olyan stratégia ügyfélszerzése kapcsolatban, amit ne próbáltam volna ki. Mindenek láttam emiatt az előnyeit, a buktóit esetlegesen, és és igazából évről évre tudott fejlődni így a vállalkozásom, és most ott eljutni erre a pontra, hogy gyakorlatilag 4000 darab első konzultációt tartunk. Tehát ez ugye már értékesítő csapattal csináljuk, de ez nem volt mindig így, és erről mindjárt fogok mutatni majd egy pár képet, hogy honnan indult az egész történet, meg hol tart most. Nekem a célom a mai webinárral az az, hogy átadjam, hogy hogyan tudsz kiszámíthatóan érdeklődőket generálni 0 tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos pontja lesz ennek a mai beszélgetésünknek. Célom továbbá, hogy megtudta, -e, hogy hogyan érdel az, hogy részt vegyen egy első konzultáción veled egy ismeretlen, és harmadik pontban célom az, hogy megtud, hogy hogyan építsd fel az értékesítési rendszered a legnagyobb hatékonyság érdekében. Jó, ez a három fő pontom van, félreértések elkerülése véget, nem lesz egyből multimens jazzdobos, de képzeld el, milyen lesz az és végre nem káosz és stressz, tehát ez, ez az én ígéretem mára. Mi sem éves szinten 5000 konzultációval kezdtünk, mint azt említettem, és elsőként az a cél, hogy legyen egy logikus rendszered, amit értesz, és tudsz vele tervezni. Az elmúlt pár évem, hát gyakorlatilag öt év alatt, öt év alatt építettem fel ezt a vállalkozást, amivel ma rendelkezem, több száz, gyakorlatilag több mint 1500 ügyfelünk volt az elmúlt évekből, bármilyen külső tőke vagy külső segítség nélkül építettem fel ezt a vállalkozást, tehát nem volt, nem volt se család, se külső pénz, se semmi, tehát gyakorlatilag a, Tényleg attól a szintől, hogy először egy az egybe, együtt dolgozva az emberekkel, önismert trénerként, kócsként, onnan az, a kávézókba találkozva, tehát ez volt az első része onnan gyakorlatilag máig, ahol több mint 1500 ügyfelünk van az online akadémiánkba, építettem fel ezt a vállalkozást az évek alatt. Volt előtte egyébként 7 év, tehát a korom az azt szoktam mondani, hogy megtévesztő, mert én most valószínűleg 30 éves, viszont gyakorlatilag 15 éve vállalkozom, 14 évesen, 15 évesen kezdtem el pókerezni és az első hét éven vállalkozás szintjén ez az, az online póker volt. Ez a prekoncepciókkal ellentétben abszolút egy szellemi sport, de mindig azt szoktam mondani, hogy a póker az nem más, mint a, ha mint a sakk, hogyha belekevernénk a, a rövid szerencsét. Tehát igazából ez a póker, egy mentális sportról beszélünk. Ez volt nekem az első hét év, ahol megtanultam azt, hogy Hát gyakorlatilag egyéni vállalkozóként dolgoztam, megtanultam azt, hogy hogyan osszam be a saját időmet, hogyan fejlődjek, hogyan építsek magamnak egy fejlődési ütemtervet, hogyan kezeljem azt, hogy, a, hogy, fluktuálódik, tehát változik a bevételem, hogyan osszam be a pénzem. Tehát ez volt az első hét év, és nekem itt az volt a célom, hogy tehát én nagyon elhittem, én nagyon pici kisvárosból származom a horvát határ és én nagyon elhittem, hogy, hogy fel tudom építeni gyakorlatilag az semmiből azt, hogy a világot utazom, és hogy laptopról dolgozok és ez nem csak elhittem, hanem ezt hál' Istennek sikerült is megvalósítani, tehát nekem nagyon vonzó volt ez a kép, amit reklámoznak, mindig tud, biztos ti is ismeritek ezeket az ilyen laptoppal a strandon, meg ilyesmi képeket, ez, ez, nekem nagyon megtetszett, mint gondolat, hogy de jó, hát egy laptoppal lehet utazni a világot, és akkor ezért volt számomra ennyire vonzó egyébként az online póker, mert gyakorlatilag ezt tényleg meg is tudtam tenni, tehát tájföldön éltem, és gyakorlatilag az online póker által laptopomról dolgozva tudtam pénzt keresni és eltartani saját magam, egy, egy, egy elég jó életszínvonalom Viszont úgy éreztem igazából ott 2016 környékén, hogy ez nem az én utam alapvetően, nem azért, mert a pénz nem volt jó benne, az nagyon jó volt, de úgy éreztem, hogy igazából elérkezett egy, egy olyan pillanat, ahol pont, hogy annyira jó volt a pénz, hogy fel tudtam magamnak tenni olyan kérdéseket, hogy biztosan ez az én utama vagy sem. Nem az én utam volt, úgy éreztem, és itt csatlakoztam egy olyan programhoz, ahol egy, egy egy mentorral dolgoztam együtt, és ő segített igazából úgy megtalálni azt, ami, ami az én szenvedélyem, amit, ami, ami nem azt mondom, hogy minden egyes nap öröm és boldogság, mert azt gondolom ez egy, ez egy irreális elvárás, de, de a mai napig a sok ezredik konzultáció után gyakorlatilag flow élményt élek át, akár tényleg itt a mai tréningem, vagy akár egy sok ezredik konzultációnál. Úgyhogy ezért szeretem a munkámat nagyon. Honnan jött ez az egész önösmereti tréner coach történet? Hát a pókerben, egy magas szinten, gyakorlatilag egy magas szintnél már ugye bekapcsol abszolút az, mivel mentális szellemi sportról beszélünk, ezért nagyon fontos az, hogy hogy mennyire vagyunk ott fejben az asztalnál. Tehát én ott elkezdtem nagyon sok kóccsal, mentorral együtt dolgozni, és elképesztően magával ragadott ez a világ. Tehát az, a, az hogy gyakorlatilag megismerhettem saját magamat néhében, az, hogy ezek, az embereknek, a, a, szakértőknek, segítőknek az a munkája, hogy más embereknek segítsen, hogy ők kiteljesedjenek, ez számomra nagyon vonzó volt, és azért elkezdtem coachinggal foglalkozni, és akkor végártam nyilván a kötelező iskolákat, meg elkezdtem igazából csinálni ezt, a gyakorolni, és akkor itt volt az, hogy Ugye látszólag ez rövid idő, mert öt évről beszélünk, viszont, viszont hát megcsináltam gyakorlatilag 10 000 darab privát konzultációt, 2000 darab csoportos Zoom hívást, 450 training napot, 200 millió forint plusz értékben értékesítettem coachingot, meg üzleti tanácsadást, elsősorban egyéni vállalkozóknak, és, és gyakorlatilag idén ugyanennyi pénzt csinálok igazából, tehát idén ez egy év alatt jön össze, ami az elmúlt négy évben e mögött pont az a rendszer van, amit a mai napon is be fogok mutatni egyébként. Tehát ez a rendszer, úgy hívják, hogy APTS. Ez az APTS rendszer, ez gyakorlatilag meg tudta négyszerezni a vállalkozásom. És nem arról beszélek, hogy holnap után 200 millió forintos vállalkozásotok lesz, ez pár évet azért igényel, de arról beszélek viszont, hogy van egy egyszerű, logikus rendszer, amivel tudtok ügyfeleket szerezni. gyakorlatilag erről szólt igazából az idei éve, meg az elmúlt éveim. Jó, úgyhogy itt láthattok például egy Service Mastermind csoportot, amit vittem, vagy itt például egy Maxolt ki a rendezvény 2019-ben, Úgyhogy nagyon sok emberrel tudtam közvetve, vagy közvetlenül dolgozni, és láttam, hogy problémák a problémák általában szakértői vállalkozásokban. Ugye itt, itt egy kis, ez egy, kis, kép, hogy azért a, a kezdeteknél, például önismereti trénerként volt egy üzlettársam, akit mai napig nagyon szeretek, és nagyon javaslom a programjait. Őt Kis Gergelynek hívják, ő egy olimpikon birkozó, és a Gerivel közösen kitaláltunk egy koncepciót, és gyakorlatilag ez egy önismeret és harcművészeti tábor volt férfiaknak, vagy még a mai napig, hál' Istennek, az meg Geri csinálja továbbra is, és itt 12 férfit elvittünk három napra, és gyakorlatilag bevezettük őket a harcművészetekbe, amelynek nem az agresszió, hanem az volt a célja, hogy ő magukat egy mélyebb szinten meg tudják ismerni, és utána önismereti körökben, gyakorlatilag ami harcművészet közben ki tudott jönni minta, azt utána arról tudtunk utána egy beszélgetést folytatni csak férfiak egymás között, egy önismereti körben, Geri és az én vezetésemmel. Ez nagyon izgalmas program volt, amit elég sok alkalommal megcsináltunk táborként, és ennek a tábornak, ez 125 ezer volt, ez a 125 forint volt ez a tábor, tehát nem maga a tábor volt magas áru, viszont utána 500 ezer forint volt a következő program, ami már egy három hónapos férfi kör volt, és erre lehetett tovább jönni, és azért raktam be ezt a szobát, mert ez nekem egy, egy szép emlék, hogy itt a Gyakorlatilag félig megrágott alma az asztalon, meg itt az ételmaradékok az ágyon, ebben a szobában 3,5 millió forintért értek, és tettem gyakorlatilag 7 személynek ilyen 500.000 forintos csomagokat, akik a tábor után jöttek tovább erre a háromhónapos programra. Tehát nem mindig annyira egyszerű volt a történet, mint most az automatizált rendszerek által, nekem sem, csak úgy, mint a legtöbb vállalkozónk, nem volt fogalmam az automata rendszerekről, nem volt fogalmam az online rendszerekről, és gyakorlatilag a mai napig azt gondolom, hogy technikai analfabétának tartom magam a mai napig. Ez abból a szempontból nagyon hasznos nektek, hogy emiatt nagyon egyszerű rendszereket fog bemutatni, ami könnyen használhatóak, mert nem akartam soha bonyolult rendszereket megtanulni. Ma már van 1267 darab diákunk az online akadémiánkon, 2037 beiratkozásunk, ugye van, aki két-három kurzusba is be van és hát ne, nem itt mérik a bevételünket, ez nem releváns, hál' Istennek ez a 15 000 forint, úgyhogy ez, ez nyilván egy picit így a a kettő az egy nagy lépés volt közte, és ebbe az APTS rendszer, amit bemutatok, az szerintem egy egyértelmű, egyértelmű pont volt. Jó, hát ennyit rólam, ezek voltak igazából a kezdetek nálam, ami még egy utolsó kiegészítése ez az, az hogy én soha nem értekesítettem órabérben, tehát soha nem lehetett tőlem venni órabéres se kocsingot, se tanácsadást, se üzleti mentorást, semmit, soha az életbe. Tehát én mindig csomagokban gondolkoztam, és mindig csomagban dolgoztam, és amikor 2016-ban hagytam abba a pókert, 2017-ben kezdtem el foglalkozni önismereti mentorálással, trénerkedéssel, coachinggal, és ott is egyből gyakorlatilag az, az először egy ilyen tágabb ismerősi körömnek küldtem el egy meghívót gyakorlatilag privát üzenetben, hogy figyelj, elkezdtem ezzel foglalkozni, és én mindig abban hittem, hogy, hogy felajánlottam egy ingyenes díjmentes alkalmat azoknak a személyeknek, akik potenciális ügyfeleim voltak. Tehát én adtam egy, egy konkrét alkalmat, egy két órás coaching alkalmat felajánlottam, és azt mondtam, hogy figyelj, gyere el, szépen írtam egy kis üzenetet, hogy miért van értelme, és mit, miben segíthet esetleg ez az alkalom számodra. És ezt kiküldtem 30 embernek, 30 emberből 15-20 leült velem egy, egy első beszélgetésre, ott én adtam egy, egy coaching élményt, és utána megállapodtunk egy pár hónapos együttműködésre. Tehát három-öt hónapos együttműködések indultak, ezek több százezer forintos együttműködések voltak, tehát így tudtam azt elérni, hogy egy kócsként gyakorlatilag az első hónapomtól fogva egy millió forintot kerestem minden hónapban, mert amúgy öt ügyfelem volt elsőre, és fejenként én 5 és 600 ezer forint körül fizettek három hónapra. Magyarul a három havi bevételem volt 3 millió forint, és így gyakorlatilag ugye minden hónapban 1 millió forintot kerestem. Tehát ez már egy viszonylag kényelmes élet lett volna, viszont ennél nekem izgalmasabb a, a vállalkozásban az, hogy folyamatosan tudjak kiépítkezni, úgyhogy itt nem álltam meg, és akkor ezért ugye már itt a több ezer diák gyakorlatilag. A pofares és egy ilyen és történeteket hoztam nektek igazából az elmúlt éveimből. A pofares és egy az nem más, mint hogy azt látom, hogy igazából az egyik legnagyobb probléma az ügyfélszerzéssel kapcsolatosan, hogy annyi fajta információ és annyi féle dologról beszélnek az emberek, hogy gyakorlatilag mindent csinálunk, én is mindent csináltam, tehát Instagramon posztolok, TikTok, mert most az az új trend, ezen kívül egyébként Facebookon is posztolok, meg még amúgy e-mail listát is kéne építeni, mert hallottam valakitől, és mindent csinálok, és az a probléma, hogy egyiknek sincs kiszámítható eredménye. Tehát egyikben sincs egy olyan ok rendszer, hogyha ide ha ezt feltöltöm ide, akkor ebből lesz ennyi érdeklődőm, ha ebből lesz ennyi érdeklődőm, akkor ebből lesz ennyi ügyfelem. Tehát én, amit ma mutatni fogok, az egy ilyen rendszer. Nekem, az, az elmém ma már így működik az üzletben. Legyen egy rendszer, amiben beteszek x forintot, abból kijön x, y érdeklődő, abból kijön z ügyfél. Tehát, hogy ez a lényeg ennek az egésznek. És amikor ezt még nem értettem, akkor nekem nagyon vonzó gondolatnak tűnt, 2018. szeptember 5-én nagyon vonzó gondolatnak tűnt nekem, 270 nap alatt elkészítsek 270 darab YouTube videót. De gyakorlatilag minden egyes nap csináltam egy YouTube videót, és töltöttem, töltöttem föl minden nap egy YouTube videót, és nekem ezzel a nem titkolt szándékom az az volt, hogy országos ismertségre tegyek szert, mert úgy gondoltam, ha kimondják az országba azt, hogy vállalkozás, és a Tosnándróan név jut az embereknek az eszébe, akkor az nyilván a vállalkozásomra is egy óriási hatással lesz. Hát ez mondom, ötletnek nagyon jó volt, az alapötlet az nagyon jó volt, de a probléma az ott indult, hogy hát megcsináltam ezt a 270 nap alatt, ezt a 270 videót, tehát nagyon keményen dolgoztam, de nem volt igazából az egészben egy rendszer, és hát a következő történt, nem lettem országosan ismert, ugye ezt elárulom, hát valószínűleg ezt, ha most találkozunk először, akkor te is úgy vagy hogy hát hallottam a neved, tehát ez nem jött be. Itt bemásoltam ide a csatornámnak a növekedését. Gyakorlatilag 2018. szeptember 5-én 380 darab feliratkozom volt, belekeztem a kihívásba, 270 napon keresztül minden nap töltöttem fel egy videót, és 950 darab feliratkozom lett. Ami jó, mert végül is megtriplázódott a feliratkozóim száma, de abból a szempontból kevésbé jó, hogy nekem igazából nem ez volt a célom, hanem az volt a célom, hogy több ügyfelem legyen. És 5-10 ügyfelem lett ebből a kihívásból. Na most itt azért nagyon izgalmas ez a dolog, és, kérem, hogy gondoljátok át, hogy ti a, a mely területén, vagy vállalkozások mely területén gondolkoztok most hasonlóan, tehát lehet, hogy nem 270 videót csináltok, de lehet, hogy sokat és keményen dolgoztok, és igazából nincs mögötte egy kiszámítató stratégia. Tehát sajnos nem lett jelentősen több ügyfelem. 5-10 ügyfelem lett, akik a videók által érkeztek, és nem értettem, hogy egyszerűen miért nem működik ez a történet. Tehát ennyire keményen dolgozok a szívem lelkem beleteszem ebbe a történetbe. Tényleg álltam kamera előtt úgy, hogy gyakorlatilag szakítás után, családtag elvesztése után, tehát 270 nap alatt sok minden történik az emberrel. Sok pillanatban nem volt kedvem a kamera elé állni, de végigcsináltam. Tök jó, nagyon jó. Iron man gondoltam magam, hogy ezt végigcsináltam, de nem értem el azt az eredményt, amit el szerettem volna érni. Tehát nem ez volt a megoldás, ez biztos. És igazából pont ezért itt érkezik egy ilyen homlokra csapós kérdés, hogy hát a megfelelő dolgon dolgozol, vagy szimplán dolgozol. Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés a vállalkozásban. Tehát a megfelelő dolgon dolgozol, vagy szimplán dolgozol. Én szimplán dolgoztam, de nem a megfelelő dolgom. Ma már nagyon más a szemléletem, és ezt ugye végig fogom pontosan mondani, tehát teljesen egyértelmű lesz, hogy ma hogy csinálnám. Ma már, ha végcsinálnék egy ilyen videós kihívást, akkor minden egyes videó végén azt mondanám, hogy mondjuk hoznék egy videót uh, arról, szól, hogy az értékesítésnek a 12 lépése figyelj, hogyha szia, tudsz, Roland vagyok, a mai videóban be fogom mutatni, hogy az értékesítésben mi az a 12 lépés, amire figyelned kell. Ez végigmondom egy 12 perces videóba, és minden videó végén is itt a nagyon fontos dolog, amit annól nem tudtam, hogy minden egyes videó végén listát építek. Mit jelent ez? Hogy minden egyes videó végén azt mondom, hogy figyelj, 12 ezt a 12 lépést, így zárom a videót. Ez a 12 lépést ezt nagyszerű, hogy meghallgattad, és köszönöm, hogy maradtál így a végig a videónak. Viszont emellett a 12 lépés mellett amúgy még van egy, van még 24 másik lépés, amire figyelni kell, és hogyha ide belinkeltem a videó alá, beraktam a videó alá egy linket, kattints arra, és ott le tudod tölteni ezt a 24 másik pontot. És így gyakorlatilag videó videónézők helyett konkrét érdeklődő listám lett volna, akik már hajlandóak voltak valamit végignézni tőlem, és lett volna egy konkrét listám és ebbe is lesz, mert ez még nem akkor a dolog, lehet, hogy már más tanácsadótól, marketingestől is hallottatok azt, hogy építs listát, mert e-mail listát építeni milyen jó. De ami még nagyon fontos dolog lesz az később, szóval mindjárt látni fogjuk, hogy én nem e-mail listát, hanem telefonszámlistát építek. Tehát ez még egy nagyon-nagyon fontos változtatás, én nem e-mail listát, hanem telefonszámlistát építek. Tehát nagyon köszönjük, hogy nagyon köszön, hogy ezt a mai videót, amiben arról volt szó, hogy mi az értékesítés 12 legfőbb pontja készítettem még egy másik videót, amiben van 24 másik pont, amire még figyelni kell egyébként. Kattints ide és töltsd le. És ő átkattint, megadja a keresztnevét, az e-mail címét és a telefonszámát. És így igazából ma már annyit csinálok, hogy 270 darab videó helyett, és itt igazából a választás az egész történetbe. Tehát ha ma leülhetnék magammal, 2018-as önmagammal, és adhatnék magamnak egy tanácsot, akkor azt mondanám, hogy Roli, felejtsd le ezt a 270 darab videót, csinálj inkább egy videót, amit átgondolsz, hogy mi lesz abban a videóban, generálj listát azzal a videóval, érdeklődő listát, és csinálj utána annyit, hogy azokat az embereket, akik megadtak megadták a telefonszámokat, onnan keresd fel őket direktbe, és ajánlj fel egy díjmentes konzultációt. És ennyi lenne igazából a tanácsom konkrétan az akkori önmagamnak. És így kiszámíthatom, és mindjárt látni fogjátok, meg matekot fogok mondani, meg az egész rendszernek látjátok, hogy több ezres szinten, több százas szinten hogy működik, tehát ez mindjárt tök egyértelmű lesz, meg ez öm, tényleg minden egyértelmű válik hamarosan hogy vannak a különböző pontjai, de ez a legfőbb váltás, hogy ti nagyon fontos, ti nem influencerek, nem véleményvezérek vagytok, nem tartalomgyártók vagytok, hanem ti vállalkozók vagytok. Vállalkozóként csak és kizárólag azért gyártok tartalmat, hogy az az érdeklődő szerzésemet potenciális ügyfél, ügyfelek meg tudjanak ismerni engem, tehát érdeklődő szerzés cél a gyártok tartalmat. Nem azért, hogy megismerjenek engem sokan, meg nem azért, hogy celeb legyek, meg sztár legyek, meg influencer legyek, hanem azért, hogy sok érdeklődöm legyen. És mondok valamit, ami nagyon-nagyon durva. A több ügyfelem van, és volt az elmúlt években, akinek úgy képzeljétek el, hogy 20-szor, 30-szor annyi követője van, mint nekem. 20-szor, 30-szor annyi követője van, mint nekem social médiában. Tehát, hogy nekem ilyen, én 5-10 ezeres követettségeim vannak a legtöbb platformon. Tehát 20-szor akkora követettsége van, mint nekem, magyarul 100-150 ezer követője van. Különböző platformokon, TikTok, Facebook, YouTube, tök mindegy. Ehhez képest 20 30-ad 30 annyit keres, mint én. 20-szor, 30-szor több követője van, 20 30-ad 30 annyit keres, mint én. Ez hogy lehet? Pont ugye, ahogy az előbb beszéltük, hogy gyakorlatilag én amire optimalizálom a vállalkozásomat az érdeklődő szerzés, akinek konkrétan rendelkezik az a problémával, és nem arra, hogy influencer legyek, nem arra, hogy véleményvezér legyek, és ezért tudok 20-30-szor annyit keresni, mint ő, annak ellenére, hogy 26-30-od annyi követőm van. Jó, tehát hogy, hogy ez szerintem egy nagyon érdekes és nagyon, 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 nagyon intenzív dolog, amikor az ember elkezd gondolkozni. Következő. Jó, elkezdesz listát építeni. Itt még ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy oké, okay, de Roli, azért nem építek listát, és azért mondom, hogy nagyon könnyű, mert én is így gondolkodtam annak, hogy azért nem építek listát, mert fogalmam sincs, azt értem, hogy listaépítés, de fogalmam sincs, hogy kell weboldalt csinálni. Ugye ez én nem értek a technikai dolgokhoz. És akkor itt egy pofárás és kettő a saját történeteimből. A pofárás és kettő az az, hogy én azt gondolom, hogy két nagyon fontos készség van a vállalkozásotok jelen pontjában. Az egyik, az a Facebook hirdetéseknek a... Bármilyen szintű hirdetés, most a Facebook hirdetés mondom, mert alapvetően úgy gondolom, hogy ez egy nagyon könnyed, kiszámítható, egyszerűen elsajátítható, és egyszerűen a mai napig működik. Tehát, hogy beteszek x forintot, abból lesz y e-mail cím, y telefonszám. És erre mindjárt fogok mondani majd ilyen benchmarkokat is, hogy mennyiért, mennyibe kerül, mit szerzünk érte e-mail, telefonszámot, mennyiért veszünk. Tehát gyakorlatilag a második pofárás esem az úgy nézett ki, ugye mondtam, az egyik készség a Facebook hirdetések. A másik készség, amit bárcsak hogyha vissza tudnék menni az időbe, és magamnak adhatnék tanácsot, az az, hogy tanuljam meg, hogy hogy kell készíteni egy egyszerű feliratkozó oldalt tehát feliratkozó oldal készítése. Mert nagyon fontos azt látnotok, hogy azért problémás ezeknek a kiszervezése, tehát hiába vagy coach trainer, mindegy, mivel foglalkozol, azért szükségszerű véleményem szerint ezeket a dolgokat megtanulni a változástok ezen pontján, mert nagyon könnyen járhattuk úgy, mint én annó. kimásoltam, amikor a ha hajnalban összeraktam a prezentációt, akkor kimásoltam gyakorlatilag egy beszélgetésemet egy régi marketing kivitelezővel, akivel együtt dolgoztunk. Ő Akiről itt beszélünk, nyilván nem fogom nevesíteni. Ő itt írja ebben az e-mailben, hogy, hogy nekem nem az az oldal való, ami most van jelenleg, hanem egy Tesla Model S Performance oldal csinál nekem, és ez számomra nyilván nagyon vonzó volt, valakinél van hang, majd megkérlek, hogy ki is le, vagy nem is lemagad. Szóval, hogy, hogy számomra nagyon vonzó volt, hogy ő csinál nekem egy Tesla weboldalt. Na most ezért, én kifizettem, itt látjátok, hogy 600 ezer forintért csináltam már nekem ezt a weboldalt, meg ugye 120 ezer forint, tehát 720 ezer forintért összerakott nekem egy, egy, technikailag brutálisan bonyolult weboldalt, amit egy olyan WordPress-ben készített el, és egy olyan uh, Gutenberg nevezetű weboldalépítő építő amit és szerintem elképesztően nehéz használni, tehát nem intuitív, nem könnyű. Nem olyan, mint amilyennek lennie kellene véleményem szerint a weboldalépítésnek 2022-ben, vagy még egy feliratkozó oldalépítésnek nem könnyű. Tehát én kifizettem ennek az embernek, akiről beszélünk 700 ezer forintot. Gyakorlatilag lett egy weboldala, és lehet, hogy többet ebben a pillanatban is van weboldala. Na most ez valószínűleg, ha van weboldalatok és szép, akkor se hoz ügyfeleket, mert ha van weboldalatok és nem szép, akkor meg főleg nem hoz ügyfeleket. Ugye, ha nincs weboldalatok, az viszonylag egyszerű. Tehát, hogy gyakorlatilag nem a weboldal itt a kulcs a történetbe. Nem az a kulcs, hogy legyen egy weboldal, ahol így bemutatod a menüt, hogy miket lehet igazából nálad foglalni. Hanem a kulcs az, az az, hogy legyen egy feliratkozó oldalatok, ahol hirdettek egy problémát, ami a ti ide és ügyfeletek életében van problémaként, egy élethelyzet, vagy egy probléma, ami az ő életében van, ezt hirdetitek, és ő átmegy a feliratkozó oldalra, feliratkozó oldalon megadja a kontaktadatait, keresztnév, e-mail, cím, telefonszám, feliratkozik, és gyakorlatilag utána fel tudjátok őt keresni direktbe. Mutatok egy feliratkozó oldalt, jó? Hogy hogy néz ki egy feliratkozó oldal? Jó. Mutatok egy hosszú oldalt először, amiért gyakorlatilag több, több, százer forintot fizettem. Ez az oldal az én tulajdonom, ezért fizettem gyakorlatilag egy millió forintot, hogy elkészüljön. A kivitelezőnek, a szövegírónak, mire ezt a videót megcsináltuk, ami, ami egy kb. 59 perces videó, ezt körülbelül másfél napig írtam csak a szövegét a videónak, és ugye itt végigírjuk az egész, ez kriptovaluta bányászat volt az egyik cégem, gyakorlatilag ezt a tevékenységet végzi, végezte. És ez, ezen szépen végigmegyünk, itt lehet alul foglalni egy konzultációt. Ez sok hét volt, mire ezt az oldalt megcsináltuk. Igazából semmi értelme nem volt. A jó ég egyet a világon. Tehát ez kidobott egy millió forint, és kidobott egy hónap. Ami még fontosabb, mert valószínűleg ebben a pillanatban a vállalkozásokban se, tehát nincs lehetőségetek, hogy kidobjatok egy millió forintot, nincs lehetőségetek hibázni, mert a vállalkozás ezen pontján nincs annyi pénzünk, hogy hibázzunk. Tehát minden döntést törekedni kell arra, hogy jó legyen. Ezen kívül pedig nincs négy hetetek, amit kidobhattok. Mert nagyon gyorsan visszajelzésre van szükségetek, hogy működik az a rendszer, vagy nem működik. És éppen ezért, amit javaslok helyette, ez egy feliratkozó oldal, ez volt egy weboldal, egy landing page, ez egy feliratkozó oldal. Ez nagyon rövid, gyakorlatilag van rajta egy címsor, címsor, van rajta egy rövid leírás arról, hogy mit kapsz, ha ide feliratkozol, nem is bemutatkozás, hanem az, hogy mit kapsz, ha ide feliratkozol, van egy keresztnév, egy e-mail cím és egy telefonszám, egy ilyen feliratkozó box gyakorlatilag, és van egy jognyilatkozat, mert ugye itt nyilván befektetésekről volt szó, és van egy adatvédelmi tájékoztató az alján. Tehát ennyi az egész oldal gyakorlatilag. Tehát ez nagyjából azt mondom, hogy egy kőkemény egynapos munkával összehozható egy ilyen oldal. És persze még mindig mondhatod, hogy Róli a büdös elben nem jutottam weboldalt, de hoztam erre egy nagyon egyszerű megoldást. Tehát van erre egy elképesztően egyszerű szoftver, amit találtam, és akármennyire is hihetetlenül hangzik, annyira, tehát gyakorlatilag jelen pillanatban 6-7 darab szoftverrel, ugye az idén, ez a, a sales gépezet, amit most bemutatok, ez az, az idén több száz millió forint bevételt hozott nekem a két cégemben. Tanácsadás meg a kriptobányászat szintjén. És gyakorlatilag 6-7 szoftverrel és egy darab ilyen feliratkozó oldallal több száz millió forint bevételre tudtam szert tenni, most is úgyhogy hogy a tanácsadó cégem az jelenleg ilyen 10 millió forintos hónapokat hoz. Konkrétan egyetlen egy darab feliratkozó oldalam van. Régen mindent csináltam. Régen podcastoztam, YouTube-oztam, podcastoztam, Instagram-oztam, e-maileket írtam, blogot, mindent csináltam, amit el tudtok képzelni egyszerre. Mi lett az eredménye? Egy, egy gyakorlatilag egy 40 milliós szénné szenvedett biznisz, ahol úgy éreztem, hogy bocsánat, hogy van aprózódva a figyelmem. Most egy háromszor, négyszer akkora üzletről beszélünk, és egyetlen egy darab feliratkozó oldalon van gyakorlatilag. 89 social media poszt. Többeknek ismerősen csenkhet, ugye? Hiszen valószínűleg lehet, hogy mi is ezen keresztül, ezen keresztül találkoztunk, úgymond. 89 social media poszt, ezt hirdetjük, szerzünk igazából keresztné, e-mail cím, telefonszámot kiszámíthatóan, x összegére ezt megvásároljuk, és gyakorlatilag tudjuk azt, hogy minden 20.-30. telefonszámból lesz egy díl, amit lezárunk és teljesen kiszámítható. Később lesz szó a matekről is, jó? Mindjárt majd fogunk matekozni, és elmondom pontosan, hogy néznek ki, ilyen, hogy néznek a számok a rendszer mögött. De amit itt tudok javasolni, az az, hogy egy ilyen feliratkozó oldalba gondolkoz, és amit itt két dolgot lehet túlbonyolítani ezen a ponton. Tehát ha én azt kérném tőletek, hogy 48 órán belül ezt a stratégiát, amit most tanítok nektek, teszteljétek le, akkor két dologba akadnátok el. Az egyik az a technikai kihívás az oldalépítésével, hogyha nincsen tapasztalatod oldalépítésben. Ehhez hoztam egy megoldást, ez a megoldás, ez egy szoftver, ezt a szoftvert, ezt Active campaign hívják. Active Campaign a szoftvernek a neve, és gyakorlatilag szerintem ez zseniális szoftverről van szó, um, semmilyen üzleti érdekem nincs abban, hogy ezt a szoftvert mutatom, tehát használom a saját vállalkozásaimban, mert szerintem zseniális. Három dolgot fed le. Konkrétan, tényleg, általam valaha volt kedvenc szoftverem. Három dolgot fed le. Egy, tudom, ez egy e-mail szoftver, tudok innen e-mailezni. Kettő, tudok itt CRM-et építeni, tehát magyarul tudom követni, hogy ki mennyit költött nálam, ki volt konzultáción, és ilyen nagyon egyszerűen tudom mozgatni, tudom mozgatni nagyon egyszerűen a, a kis... Tehát itt ez a kollégámnak egy teszt e-mail cím, most nyilván nem a... Itt látjátok, ugye több ezer ember van bent a, a rendszerünkbe, és azt adatvédelmi okok miatt nem tudom megmutatni, de így tudjuk igazából hívni, beszéltünk, konzultáció, rossz telefonszám, tehát ilyen nagyon egyszerűen lehet, és ugye egy ilyen 6-7 csinálunk mi 5000 konzultációt éves szinten. Tehát gyakorlatilag teljesen átlátható a rendszer, mert hogyha mondjuk a Jempetivel valaki beszélt, aki a kollégámnak a neve, akkor ide be tudom írni, hogy beszéltünk, három hónap múlva aktuális, 86 fős cég, www.minta.hu. Utána be tudok rakni magamnak ide egy emlékeztetőt, hogy most ne aktuálisnak ide, három hónap múlva aktuális lesz, és akkor berakok ide egy emlékeztetőt, hogy január 5-én kell visszahívni és gyakorlatilag ott látom, hogy akkor ilyen Petit két hónap múlva lesz dolgom ő vele, két hónap múlva megnézem, mit beszéltem vele, 60 napja, oké. Okay. Jó, tehát ez a második funkció, tehát e-maileket tudsz küldeni, CRM-ként tudod használni, és gyakorlatilag bejön a feliratkozó, és ide be tudod dobni magadnak értékesítésre, és most jön az, ami szerintem elképesztően izgalmas, az az, hogy itt tudsz készíteni weboldalt gyakorlatilag pillanatok alatt. Tehát van egy ilyen Pages funkciója, Website Pages, Add a New Page, és itt kiválasztasz egy sablont, és azt mondod, hogy mondjuk választok ki mondjuk ezt a step, teljesen mindegy, látjátok, vannak színesebbek, kevésbé színesek, és kiválasztok egy kevésbé színest, és hirtelen a weboldal építése, amiért én 700 forintot lehúztam a WC-n gyakorlatilag, ami nagyon jó érzés volt egyébként, amikor ma reggel ki tudtam screenshotolni ezt az e-mailt, hogy úgy éreztem, hogy valójában soha az életben nem lesz ebből, nem tudom ezt soha pozitívra fordítani, majd ez történt, azon kívül tanulópénz számomra. Aztán rájöttem, hogy ebben most van egy ilyen lehetőségem, hogy olyan szinten még, még ezt pozitívra fordítsam, hogy gyakorlatilag bemutatva ezt az e-mailt, meg ezt a történetet hiteket is me megóvja, nem tudok más mondani, hogy hiteket is megóvja attól, hogy egy, egy kivitelezőnek fizessetek feleslegesen. Tehát szerintem abszolút felesleges, nincs 700 ezer forintod egy kivitelezőre, aki utána csinál neked egy olyan weboldalt, ami technikailag hozza azt, amit ő ígért, tehát az egy weboldal, ő egy weboldalt ígért neked. De neked nem weboldal, hanem ügyfélszerző rendszerre van szükséged. Mert a weboldal önmagában nem csinál semmit, a weboldal az van. Ha nincs forgalomterelés, ha nincs adatszerzés, ha nincs utána, nem tudod utána direktbe felkeresni az adott embert, akkor van egy, ez olyan, mintha kiraknék gyakorlatilag egy táblát és sötét sikátorba, kb. ez a weboldalnak az értelme. Jó, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik. Na itt egy weboldal, ami gyakorlatilag, ez egy feliratkozó oldal, ide be lehet rakni a feliratkozó formot, full egyszerűen, tehát most azt nem fogom külön megmutatni, de itt a forms rá rákattintva be tudsz rakni ide egy ilyen, mint amit az előbb mutattam, ez a keresztnév, e-mail cím telefonszám, és akkor igazából fogom, és mondjuk lehet, hogy előtte egy Word dokumentumban megírtam ide a dolgokat, fogom, és ezt bemásolom, ahova csak szeretném. Tehát gyakorlatilag ide berakom a boxot, de beírom, hogy Jó, tehát hogy ennyi a szerkesztés, és igazából itt bármit, amit szeretnék, tehát ha szeretnék itt berakni esetleg, tudom, hogy szeretnék berakni mondjuk egy videót, akkor fogom, és amit én elképzelek, azt meg tudom tenni. Tehát még beúztam oldalra egy videót, és kész. És gyakorlatilag vásárolok magamnak egy domént 2000 forintért, amit akarok, bekötöm erre az oldalra, rámegyek, hogy publish page, és onnantól fogva használom ezt a weboldalt. Tehát kérdésekre, látom, hogy a chatbe érkezik, ilyenkor én nem látom a csetet, és kérdésekre később fogok válaszolni, jó? Úgyhogy ebből a szempontból most, ha nem haragszatok, akkor kérdésre később visszatérek. Tehát gyakorlatilag ez egy feliratkozó oldal, így létre tudsz hozni egy feliratkozó oldalt igazából körülbelül 60 perc leforgása alatt. Kb. ezzel a szinten, hogyha most adtok nekem egy, azt mondjátok, itt egy üzleti ötlet, ebből egy nap alatt kell csinálnom egy üzletet, akkor igazából létre fogok hozni egy feliratkozó oldalt, elindítom a, elindítom a hirtéseket, itt az Active Campingben elkezdek feliratkozókat szerezni, és gyakorlatilag onnantól fogva van egy élő bizniszünk. Jó, úgyhogy ennyire egyszerű. Tehát a technikai kihívás, ami miatt én sem kezdtem annó bele például a Facebook hirdetésekbe, meg a feliratkozó oldalba, mert egyszerűen volt, hogy benéztem a Facebook hirdetés és azt mondtam, hogy ez is iszonyatosan bonyolult. Baromira nem olyan bonyolult, és az a probléma, hogy ezen a szinten nincs büdzsét, nincs pénzed arra, hogy kiszervezd másnak, és nem is ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy nem ennyire bonyolult a Facebook életés és ahogy ebben a pillanatban valószínűleg gondoljátok. És ezt azért mondom, mert én is azt hittem 2019 ben hogy ez iszonyatosan bonyolult, és kiszerveztem szerveztem másnak. Ez szerintem, az én véleményem szerint a mai tudásommal ez egy óriási hiba. Tehát, hogy én nem szervezném ki a Facebook életéseket, ma több száz sincs kiszervező a Facebook életés, mert egyszerűen, most nincs rá külön kollégám, tehát vagy én, vagy Peti a technikai kollégánk esetleg beállítja, de nem bonyolítjuk túl, mert úgy vagyunk vele, hogy kell egy darab hirdetés, kell egy darab feliratkozó oldal, azt toljuk neki, és gyakorlatilag 1000 forintért szerzünk egy telefonszámot. És igazából tudjuk, hogy minden 30. telefonszámból lesz egy több százer forintos együttműködésünk. Tehát, hogy ennyire egyszerű igazából az egésznek gyakorlatilag a matekja, mindjárt részletesebben is fogok még erről beszélni. De a feliratkozó oldal, hirdetést futtatok, még arra kell csak figyelni igazából ebbe a történetbe, hogy szakértőként hajlamosak vagyunk szakértői nyelven kommunikálni. Most annyi probléma van, hogy PSD-sként általános iskolást nem psd nyelven tanítunk. Tehát vigyük le az átlagember nyelvére azt, amiről beszélünk. Erre mindig azt a példát, hogy számomra ez egy nagyon kedves példa. Van egy, van egy ügyfelem, akit nagyon hosszú ideig dolgoztunk együtt, és egy remek gyermeknevelési szakértőről beszélünk Magyarországon, és őtőle kérdeztem egyszer, hogy, hogy mondom, figyelj, mondom, mi, mi, a problémája az ügyfeleidnek? Mi, mi, az egy legfőbb probléma? Hát mondja, hogy a, hát, mi a, a gyermekekkel kapcsolatban. Hát, kötődési problémák. És akkor mondtam, hogy de hát mondom, azt te is tudod, hogy nem úgy kell fel az ügyfelet, hogy attól remek, hogy kötődési problémája van. Tehát nem így ébredünk fel reggel, nem, hogy ha ah, biztos kötődési problémám van. Tehát, hogy ezt máshogy fogalmazza meg az átlag ember, amikor ő gondolkozik az ő élethelyzetében lévő problémával. És akkor kérdeztem tovább a Zsuzsit, hogy mondom, Figyelj, akkor mondom, mi az a helyzet, hogyha mondom, én egy fiatal apuka vagyok, akkor mi az a helyzet, ami nekem esetleg stresszt okoz? És akkor mondja, hogy hát az, hogy reggelente, reggelente a gyerek nem, nem indul el az óvodába, mert hisztizik. Na mondom, nagyon jó. Na ez az élethelyzet és ez a probléma. Tehát így kommunikálja a hirdetésbe. Mondd azt, hogy fiatal apuka vagy, és reggelente stresszt okoz neked, hogy a gyerek nem tudtok elindulni az óvodába? Kattints ide, Készítettem, készítettem, egy hanganyagot, amelyben elmondom, hogy mit tehetsz, mi az a három dolog, amit tehetsz, hogy a gyermeked együttműködővé tedd. És ott már elmondhatod, hogy egyébként el mögött az egész mögött nem az van, hogy a gyereket kell megszerelni, hanem mi lenne, hogyha te jönnél el coachingre egyébként, és lehet, hogy emögöttem hogy van kötődési probléma, stb. stb. De ez már egy hosszabb folyamat, ahol ezt megtehetem. Tehát nem, nem azzal nyitok, hogy kötődési probléma, hanem azzal nyitok, ami az ő élethelyzetében lévő probléma, amit ő átél. Jó, ez nagyon fontos, és ezt nagyon sokszor látom, hogy a szakértőknek ez egy fontos váltás, hogy elkezd megtanulni marketingezni. Tegnap volt nálam, volt nálam hogy dolgozok elég nagy cégekkel is, akiknek segítek bevezetni ezt a rendszert, és tegnap volt nálam egy elég nagy szoftver cég. És nekik mondtam azt, hogy mondom, srácok, nektek az a problémátok, hogy mondom, ti, mondom, szoftver gondolkoztok, és szoftvert akartok eladni és valamelyeknek nektek nem szoftvercégként kell gondolkozni, és nem szoftvert kell eladni, és ezzel ugye eljutottak 300 millióig, tehát tök jó, de ahhoz, hogy piaci dominanciát érjenek el, egy 30 es piacról beszélünk Magyarországon, 1500 ügyfelük van, tehát a piac 5%-át ölelték eddig fel. Ahhoz, hogy a piac 30-40%-a az övüké lehessen, ahhoz már nem lehet szakértő nyelven kommunikálni ahhoz el kell kezdeni nyitni a kommunikációnkat szélesebb közönség felé. És akkor nekik mondtam, hogy nektek arról a problémáról kell kommunikálni, nem arról, hogy mi a szoftveretek előnye, hanem nektek arról a problémáról kell kommunikálni, hogy miért nincsen a könyvelőknek ideje. Miért nem használnak a könyvelők automatizmusokat, és hogy hogyan tudnának a könyvelők időt spórolni. Nektek erről kell kommunikálni. És itt ugye kétfajta hirdetés, képzelj egy hirdetést, ahol azt látod, hogy nézze meg szoftverünket, szoftverünk ezt meg azt tudja. Nem fogsz rá kattintani, főleg nem akkor, amíg nem vagy abban a fázisban, hogy nyilván te már tudatosan szoftvert keres, mert te tudod, hogy neked ez a problémád van. A legtöbb ember nem ebben a fázisban van, az emberek nagy része nem probléma tudatosság fázisban van, hanem egyszerűen csak éli az életét gyakorlatilag tudatlanul az adott témával kapcsolatban. Jó? Éppen ezért azt kommunikálom, hogy, hogy mondjuk az öt hiba, az öt hiba, amelyet a könyvelők elkövetnek, ami által heti szinten ami, amit ha nem követnének el, akkor heti szinten 15 órát tudnának megsporolni. Ha még mindig manuálisan végzed a számlák kontirozását, akkor valószínűleg ez heti szinten 8 órádba kerül. Kattints ide és nézd meg, hogy hogyan tudod a számlák kontirozását automatizálni. És ez már egy más típusú és problémára kommunikálok, ami az ő élethelyzetével kapcsolatos, és nem a szoftveremet adom egyből oda neki, jó? Szóval, hogy azt hiszem egy fontos váltás, ebben kérem, hogy gondolkozatok el ti is, mert ez egy a hirdetéseknél egy fontos mentális váltás lesz, és a hirdetéseinek a sikerességét fogja befolyásolni. Gyakorlatilag, ahogy említettem, hirdetéseket futtat, és, és feliratkozó oldalra visszat az embereket, és felesleges milliók helyett egy konkrét feliratkozó oldalra érkeznek az emberek. És akkor meg tud ez valósulni, és hogy mi ez, mindjárt egy picit nagyítok rajta. Hát ez, a, ugye mondtam, hogy régen 270 videót csináltam 270 nap alatt. Ma azt is mondtam, hogy ma egyetlen egy a feliratkozó oldalamban. Konkrétan, itt azt látjátok, hogy a tegnapi éjszaka folyamán, amíg nyilván, amíg aludtam, konkrétan feliratkozott 3-6-9, hát 10 ember este 8 órától reggel 7 49-ig. Ez azt jelenti, hogy 10 magyar ember, akinek a nevét és a telefonszámát megtudtam, úgyhogy ők lehet, hogy azt sem tudják, hogy ki az a Toszany Roland, és ez nem is probléma. Mert őnek van egy problémájuk az életükben, 89 social media poszt. Mi az ő problémájuk? Nem tudják, hogy hogyan kell, nem tudják, hogy social médiában hogyan kell posztolni, mit kell posztolni, minek van értelme. Ezt nem tudják, ez az ő problémájuk. És erre feliratkoztak, és utána két dolog történik. Az egyik az az, hogy megszerzem ugye az e-mail címet és a telefonszámod. Az e-mail címmel ott tudok írni egy úgynevezett örökzöld e-mail szekvenciát. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg ezzel ti is találkoztatok, hogy minden egyes embernek, minden egyes embernek, aki feliratkozik hozzánk, utána egy 10 e-mailből álló szekvencia kimegy, 10 napon keresztül. Ott van egy egyedi ajánlatunk gyakorlatilag. Egy első próba hónapunk van az előfizetéses rendszerünkkel kapcsolatban. Te is elgondolkozhatsz azon, hogy mi az a tíz e-mail, amit minden egyes embernek ki kell küldened, amikor találkozik veled. Nyilván ebben ilyen dolgokat mondasz, hogy ki vagyok én, mivel foglalkozom, hogyan tudok neked segíteni, miért fontos az a téma, amiről beszélek, kiknek segítettem eddig, mik a leggyakoribb kifogások. Tehát, hogy egy általános edukációt végzel önmagaddal, meg a saját témáddal kapcsolatosan. Jó? És ezt mindig, még úgy gondolkozok ezekkel az ilyen e kapcsolatban, hogy ezek ilyen kis termelő robotok, akik gyakorlatilag ilyen, ilyen mini verzióid, akik így egyesével elmondják az embereknek azt, amit te mindig papagájként elmondasz mindenkinek gyakorlatilag. És én is éveken keresztül, erre szoktam mondani, a viccbe, hogy a papagáj szindróma, az azt jelenti, hogy mindig mindenkinek elmondod ugyanazt. Én is éveken keresztül mindig mindenkinek elmondtam ugyanazokat a dolgokat. Ma is van, amikor értelmét látom, hogy elmondjam ugyanazt, mondjuk egy mini tréningen, de a legtöbb esetben hagyom, hogy gyakorlatilag örökződ e-mail megoldják ezt helyettem. Magyarul valaki meglátja a hirdetésed, ami az ő élethelyzetéről szól, arra kommunikálsz, és itt az előbb mondtam, hogy két dolgot tudsz túlbonyolítani. Az egyik az a technikai megvalósítás, a másik, amit pedig túlbonyolítanak általában a szakértők, én is túlbonyolítottam éveken keresztül, az az, hogy mit kell adnom. Értem, Roli, hogy hirdetés, mert feladkozol de mit kell adnom? Ne gondol túl, kérlek. Tehát annyira egyszerű ez az egész, hogy fogod a zsebedben lévő szuperkomputert, a telefonodat, nyitsz rajta egy hangjegyzetet, és azt mondod, hogy Szia, én Tusnádi Roland vagyok, és alapvetően fiatalapukáknak segítek abban, hogy a várandóság és a szülés utáni első 12 hónapban hogyan tudnak a legjobban segíteni a partnerüknek, azért, hogy megmaradjon az intimitás a kapcsolatban, és ő is részesének érezhesse magát a családi életnek. Ezért hoztam ma neked három olyan pontot, amire szerintem nagyon fontos figyelni. Az elmúlt években több mint 50 fiatalapukával dolgoztam együtt, és megfigyeltem, hogy ez a három dolog igazából legfontosabb, hogy ez meg tudjon valósulni. Az első dolog az, hogy ez volt a podcast stúdió most, amit itt láttatok a kezemben. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy ez volt a podcast stúdió gyakorlatilag. Olyan lesz a hangminősége, mintha stúdióban mentem volna? Nem. De elég jó? Elég jó ahhoz, hogy ezzel leteszteljem, hogy erre a hirdetésre reagálnak-e az emberek? Igen, és ez a nagyon jó benne, hogy hirdetéseknél nagyon gyorsan meg tudod azt nézni, gyakorlatilag ennyit tudod a hirdetést, és egy-két napon belül kiderül, hogy bárkit érdekel az, amit te kitaláltál, és ezért nem kell, tehát nincs időtök arra, hogy 8 hétig építkezzetek, majd 8 hét múlva kiderüljön, hogy senkinek nem kell az, amit ti csináltatok. És azért mondtam, hogy itt most igazából kész a csali anyagom gyakorlatilag, ezt most felvettem, ezt feltöltöm, megint nem bonyolítom, ezt feltöltöm mondjuk Google Drive-ra, vagy feltöltöm valami nagyon-nagyon egyszerű kis felhőszolgáltatóhoz, és Szia, én Tusnádi Roland vagyok, és alapvetően fiatal apukák most. És ez gyakorlatilag elküldöm, amikor valaki feliratkozik nekem. És lehet, hogy nem lesz olyan a hangminőség, de szakértőként hiteles vagyok, tehát, hogy elmondtam, hogy 50 apukának segítettem, elmondtam, hogy ez a három dolog, és az nagyon fontos, hogy amikor ezt a csalit elküldöd, akkor egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen quick fix, egy ilyen quick win, tehát valami gyors, gyors olyan gyors, nagyon konkrét kézzelfogható dolgot kapjon a feliratkozó, amivel úgy érzi, hogy ez vagy egy szemléletváltás, vagy egy gyors dolog, amit amit egy eszköz, amit ő tud használni a vállalkozásában. Tehát nekem ez volt, ami néveken keresztül azt gondoltam, hogy hát ilyenkor milyen jó egy mondjuk másolás videót elküldeni. Nem fogják megnézni a másolás videót az emberek, mert még nem tartott a bizalom szintje, hogy megnézzek tőled egy másolás videót. Tehát az időmmel fizetek nem tart még ott a bizalomnak a szintje. Az más, hogy mondjuk élőbe eljöttetek egy két órás mini tréningre, úgyhogy lehet, hogy nem ismertek engem. De ez egy élő tréning, egészen más feltetted a kérdéseidet. Ha egy más videót raktam volna ki, az a valószínűleg úgy lettél volna, hogy letöltöd, soha nem nézted volna meg. Jó, tehát ez azért, ez, ez, ezért ne hasonlítsuk csak össze. És itt mondom, én egy hangüzenetet küldenék, egy 10-15 perces hangüzenetet küldenék, és ez lenne igazából, amit tennék ebben a helyzetben. Jó, úgyhogy hirdetés futatok, fiatalapukáknak, a feliratkozó oldalamat megcsináltam az Active campaign -be. gyakorlatilag rögzöld módon termelem az e-mail címeket, a telefonszámokat, utána kiküldök automatikusan 10 e-mailt a fiatal apukáknak. ők egy nagyon egyszerű kis hangüzenetet kapnak tőlem, és mit teszek még ezen kívül, és most jön igazából az egész rendszerbe az, ami azt gondolom, hogy ami miatt több száz millió forintot tudtam keresni ezzel a rendszerrel, az az, hogy telefonszámot is kértünk, és itt jön a rendszerbe az a rész, hogy vagy te, esetlegesen te, vagy egy asszisztens, és itt nem kell túl gondolni, tehát ne kezdj el, nem kezdj el, nem tudom, felvenni valakit magad mellé, meg ilyesmit. Tehát egy virtuális asszisztens, akit megtalálsz egy virtuális asszisztens Facebook csoportba, van ilyen, beírjátok Facebookon, egy virtuális asszisztens Facebook csoport, 18 ezer ember van benne. Ott olyan emberek vannak, akik ilyen egyszerű adminisztrációs, egyszerűbb adminisztrációs feladatokat lehető nekik delegálni. Tehát, Keresel magad, és általában órabérben dolgoznak, mérik nettó órát, ö, számláznak ki. Tehát gyakorlatilag, ha én vagyok az asszisztensed, a virtuális asszisztensed, akkor kiszervezed nekem azt, hogy egy nagyon egyszerű kis szöveg alapján hívjam fel az embereket, akik feliratkoztak itt a feliratkozó oldalon keresztül, jó? És akkor én vagyok az asszisztensed, és akkor felhívom ezeket az embereket. És azt mondom, hogy hogy ö, szia, jó napot kívánok, vagy legyen jó napot kívánok, jó napot kívánok, Tusner Rand vagyok. A, az esküvői, azt mondom, hogy a csodálatos esküvőtől hívom önt, és azzal kapcsolatban telefonálok, hogy pár nap ezelőtt letöltött egy, egy esküvői dekoráció checklistet. Érdeklődnék, hogy sikerült esetleg megnézni, hasznosnak találta-e. Tehát ennyire egyszerű, tehát ez nem a, nem a, biztosító társaság, meg nem a... Ugye Magyarországon van egy elég rossz uh, reputációja ennek a típusú marketingnek, azt gondolom, meg így ez a um, a biztosítótársaságok, meg eléggé leégették az ilyen telemarketing cégek, meg biztosítótársaságok, de hogy ezt lehet jól csinálni. Ez nagyon fontos. Lehet szépen csinálni, lehet elegánsan csinálni. Úgyhogy igazából ezt javasolnám, és ehhez vagy te, vagy egy asszisztens hívja fel ezeket a telefonszámokat, és ajánlj fel, mit egy első díjmentes konzultációt veled. Tehát egy első alkalmat nálad. Nem kell, hogy ha te nem akarsz díjmenteset, akkor nem ajánlj fel díjmenteset. Most azért mondom a díjmenteset egyébként, mert Valószínűleg, ha valaki teljesen hideg, és felhívod úgy, hogy 20 ezer forintnál ad egy óra, vagy 30 ezer forintnál ad egy óra, nem fog eljönni valószínűleg. Nem mondom, hogy esélytelen, csak azt mondom, hogy egy dímentes konzultációval szerintem előrébb vagy. És milyenkor azt szoktuk tenni, hogy én azt tettem az elmúlt évben, és most már többet számba beszéletek, mi azt szoktuk ilyenkor tenni, hogy felajánlunk egy 30 perces, 45 perces első konzultációt. Tehát egy rövidebbet. És alapvetően azért egy rövidebbet először, mert ott szoktunk mondjuk telefonon beszélni, beszélünk telefonon keresztül, és gyakorlatilag ott, ott, felmérem az adott ügyfelet, hogy mekkora ügyfélről van szó, mennyire vagyunk szimpatikusak egymásnak, az ő számára is nyilván ott azért kialakul, hogy nyilván egy, kell, egy, kell egy, egy, emberi, egy, egy szakmai kémia, hogy együtt tudjunk dolgozni, de nyilván valaki, valaki nem szimpatikus számodra, akkor nem tudsz ő vele dolgozni. Úgyhogy ez így működik ugye a potenciális ügyfeleidnél is. Tehát éppen ezért beszélek vele 30-40 percet telefonon, és hogyha azt látom, hogy esetleg kisebb ügyfél, akkor 30-45 percben igazából a kisebb ajánlatomat azt értékesíteni fogom. Ha pedig azt látom, hogy mondjuk nagyobb ügyfélről van szó, akkor tovább viszem valószínűleg egy második beszélgetésre. Beszélünk 30 percet telefonon, ez egy általános kör, ahol megismerem őt, és hogy mik igazából a kihívásaimban esetleg tudok segíteni, és utána felajánlok egy második időpontot. Vagy egy személyes konzultációt, vagy egy Zoom konzultációt, ott általában már valami videót, vagy személyes konzultációt tudtam, szoktam felajánlani. Szimplán azért, mert ennek az egész rendszernek gyakorlatilag a lényege az az, hogy a bizalom nem kell, beszélünk, hogy nem kell Wall Street farkasává válnod, de hogy a, nagyon fontos, hogy itt a bizalmat nem a marketing, hanem a személyes konzultáción lévő figyelem és szakértelem hozza el. Tehát azért újító a rendszer, amiről beszélünk, mert ő gyakorlatilag nincs arra szükség, hogy éveken keresztül marketingez, nincs arra szükség, hogy valaki tudja ki az róland, nincs arra szükség, hogy az emberek ismerjenek téged, arra van szükség, hogy legyen egy probléma az életükbe, érdelüket egy hirdetéssel, iratkozzam fel a feliratkozó oldaladra, ajánlt fel, hogy menjenek ki az automata e-mailek, ajánlt fel, hogy eljöhetnek a díjmentes konzira, tarts meg a díjmentes konzit, és ha nagyon nagy ügyfélről van szó, akkor vidd át egy második konzultációra. És gyakorlatilag a bizalom az ott fog személyesen kialakulni. Jó? az egy az egy formátumban, vagy akár egy kisebb csoportos formátumban gyakorlatilag. Tehát ez, amit tudsz tenni, és igazából ezzel lerövidítetted a marketingedet, és tényleg onnan, hogy valaki teljesen hideg, tehát az azt jelenti, hogy a marketingben, hogy nem ismertéged, azt se tudja, ki vagy. És még lehet, hogy ő is van vele, hogy hát jó lenne erre megoldást találni, de alapvetően nem akkora a fájdalomnyomás. Mert ez még ez fontos egyébként, hogy sokszor, sokszor azért, azért nem tudsz együtt dolgozni új emberekkel, mert mondjuk egy coachinggal kapcsolatosan, vagy egy művészetterápiával, vagy ilyesmivel kapcsolatosan nem óriási a fájdalomnyomás. Tehát, hogy általában, akinek nagy a fájdalomnyomása, tehát felkerek és azt mondom, hogy nem hiszem el, hát nem tudnak, nem tudnak mondjuk nők megmaradni mellettem férfiként. Ha így kelek fel, és eljutok addig a pontig, hogy már akkor a fájdalomnyomás, már annyira fáj ez, hogy nyilván fogom magamnak keresni egy szakembert. De azért valljuk be, hogy Magyarországon az érzelmi intelligencia oktatás nem fölöltön ott tart, hogy az embereknek ez egy könnyed lépés lenne, hogy én megyek, és akkor a krízis helyzetben keresek egy segítőt. Ezzel még mindig van egy, azért egy stigma, sokan tesznek ma már azért, ez ne legyen rajta, de, de, még mindig nem egyértelmű, hogy keresek egy szakértőt ebben a helyzetben. Tehát az embereknek, a krízisben lévő emberek száma, nyilván mindenkinek vannak az élete során személyes krízisei, tehát az emberek száma 100%, -a, amikor végig megy ilyen helyzeteken, és azt gondolom, hogy, és talán a segítők is egyetértenek velem, segítő szakmában lévő emberek, hogy száz százalékban jó lenne az embereknek, hogyha az életük különböző kríziseiben lenne mellettük egy kócs, vagy egy pszichológus, stb. 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 Tehát, hogy segítő szakmában lévő ember. De hogy ők, őket igazából mondom, nem így ébredünk fel. Tehát itt a 60-70 százalék, aki igazából nem ütel addig, hogy ilyen problémám van, és ha ez a problémám arra tök nagy segítség lenne, arra nagy segítség lenne, egy kócsal, egy segítő szakember együtt dolgozni, mivel nem nagy a fájdalomnyomás, és mivel sötétség van az adott területen, tehát nincs edukálás, hogy ez jó lenne nekem, Éppen ezért van arra szükség, hogy te lépj az adott ember irányába, és ne várd el azt, hogy ő lépjen feléd. Mert arra viszont fog rezonálni, hogy azt mondod kócsként, hogy még az egyik leggyakoribb témát, az ugye az, amit az előbb említettem, hogy mondjuk nem tud kialakítani egészséges párkapcsolatot az ügyfeled. És ebben segítesz az ügyfeleidnek, hogy egészséges párkapcsolatot ki tudjanak alakítani. Akkor neked arról kell kommunikálni, ami problémát, fájdalmat az ügyfeled átér, és tud rezonálni, nem arról, hogy gyere coachingra, mert nem tudja, hogy a coaching a megoldás a problémájára. Arról kell kommunikálnod, hogy figyelj, ha úgy érzed, hogy nem tudsz, hogy, nem tudsz, hogy gyakorlatilag ugrálsz párkapcsolatról párkapcsolatra, és ez, és ez, úgy érzed, hogy nem így szeretnéd, vagy ez számodra igazából fájó, akkor kattints ide, mert készítettem neked egy rövid videót, amiben elmondom, hogy véleményem szerint mik azok a dolgok, amiket tenni tudsz, hogy még tudatosabban válasz magadnak párt. Csak mondtam egy példát. És ő letölti ezt a videót. Üm, nyilván itt ugye megszereztük a telefonszámot, amit az előbb mondtunk, asszisztensünk felhívhatja, és az asszisztensünk egy nagyon rövid, uh, nagyon rövid telefonbeszélgetés, ezek 5-10 perces telefonbeszélgetések, felajánlja, hogy az adott ember, aki letöltötte ezt a csali anyagot, ő jöjjön el egy díjmentes első konzultációra velünk. Na és akkor itt a matek része, hogy hogy néz az egész történet ki? Ez nyitok egy whiteboardot itt zoomom. Gyakorlatilag Magyarországon egy e-mail iparáktól függően, meg attól függően mennyire találod el a témát, 200 és 1000 forint között lehet. Egy telefonszám, mivel az emberek kevésbé adják meg a telefonszámot, de csak eladnak valamit, nekem meg nem akarom megadni a telefonszámot, ezért 1000 és 3000 forint között van általában, viszont azért zárójelbe teszem, hogy mi is, meg nagyon sok ügyfelünk, több száz, több, pár száz forintért szerzi a, telefonszámokat is. Jó? Tehát ez is megint attól is függ, hogy mennyire találod el jól azt, amire reagál a piacot. De az 1000 és 3000 forint az ilyen tuti biztos, hogy ez működni fog. Következő a matek. Felhívtok, 100, vagy lesz 100 darab telefonszámotok, tegyük fel, hogy 1000 forintért. Ez teljesen standard. Ez azt jelenti, hogy 100 forintot költöttél, és ebből lett 100 telefonszámot az asszisztensed, felhív 100 telefonszont, és felejelje az első konzit. Ez mennyibe fog neked kerülni? Ugye azt mondtam, hogy kb. 5-10 perc egy ilyen hívás, egy ilyen időpont egyeztető. Számoljunk a 10 perccel. 10 perc, szorozva százzal 100 az 1000 perc. Magyarul, magyarul ezt körülbelül azt mondhatjuk, hogy mondjuk azt, hogy ez 17 óra, jó? 17 óra. Azt mondtuk, hogy egy virtuális asszisztens olyan 3-4 ezer forint óránként, tehát 17x3 ezer forint, ez gyakorlatilag mondjuk azt mondja, hogy 50 ezer forint. Jó, tehát ennyit fizettem az asszisztensemnek azért, mert, és akkor itt jön, és ezek nagyon sok ezres mintákból dolgozok most, amikor ezeket a számokat mondom, tehát, és ugye nagyon különböző iparágakból, tehát 100 darab telefonszámból lesz, 20 30 darab konzultációnk. Ez a 30 az egy nagyon szép bet, egyébként a 20 a legalja gyakorlatilag kategóriában, és a 40 a, szóval ugye 40 körül van a teteje. Tehát a 30 a közép, és ez az átlag. Magyarul lesz 30 konzink. És akkor itt a kérdés, hogy a 30 konzultáció volt, te hány ember fogsz lezárni, hány emberrel fogsz együttműködni. Megtartasz 30 díjmentes konzit. 30 darab díjmentes konzit. 30 darab díjmentes konzultációból neked, ez hát is akkor itt már tényleg rád van bízva, mert hogy itt 10%-tól 70%-ig gyakorlatilag mindent láttam, ami az átlag, amit egyébként a sales tankönyvek szoktak mondani, az az, hogy 30% a konverzió. Tehát ez azt jelenti, hogy 30 darab új ügyfélből elleméletileg kellene, hogy legyen 9 darab új ügyfeled, de direkt menjünk a legrosszabb verzióval. Három új ügyfél. A 10 az, az tényleg, ezt tett fel magadnak a kérdést, ha 20 emberrel találkozol, akkor hányat zársz le belőle. Nézzük most itt három ügyfélel, és tegyük fel, hogy 300 ezer forint a folyamatod, amivel dolgozol együtt valakivel. Gyakorlatilag akkor kerestél 900 ezer forintot, 100 000 forintot költöttél ugye hirdetésre, elköltöttél 50 ezeret az asszisztensre, és ezen kívül meg mondjuk leadóztál belőle 200 ezer forintot. Tehát ez azt jelenti, hogy ez, 5, ez 550 ezer forint profit gyakorlatilag. Jó, most itt nyilván attól függ, hogy van-e coachként termet, például, hogyha kocs maradunk, de nagyon sok szakértő, akivel dolgozom, ők zoomon keresztül tartják a konzultációkat, most igazából otthon a kis szobában is gyakorlatilag lehet az APTS rendszert működtetni, és, és szépen gyakorlatilag full költség, szinte költség nélkül vinni ezt a vállalkozást. Tehát, hogy nálam nyilván akkor szoktak a legjobban kiakadni a vállalkozók, amikor elmondom azt, hogy igen, ez most ugye most jelenleg ilyen, 10-15 milliós hónapjaink vannak, tehát hogy ez körülbelül ilyen 150 millió szinten van most a, konzultációs bizniszem, és gyakorlatilag ilyen másfél millió forint környékén van, másfél millió forint környékén van a működési költség annak a vállalkozásnak. Tehát, hogy hogy igazából itt szoktak a legjobban nézni az emberek, mert ez elképzelhetetlen mondjuk egy nagy webshopnál, és simán lehet az, hogy egy milliárdos vállalkozás, aki milliárdos webshop tulajdonos, vagy milliárdos valami egyéb ilyen, nem tudom, elektronikai szerszámáruháznak a tulajdonosa, ő mondjuk ugyanannyit visz haza, mint én a végén. Cserébe nekem, én nekem mondjuk egy munkatársam van, meg az értékesítői csapatunk, akik jutalékos, gyakorlatilag jutalékos külső kollégák, tehát hogy igazából, és ők tényleg foglalkoznak a saját vállalkozásukkal is, tehát hogy Nekem sokkal kevesebb igazából a terhem, mint annak az embernek, akinek van egy nagy szerszámáruháza. Nagyon jó, amit ő is csinál, hiszen ő meg ad mondjuk 15-20 embernek munkát, és ar arra is szükség van. Tehát nem azt mondom, hogy egyik jobb, mint a másik, csak szerintem ez egyszerűbb és könnyedebb egy ilyet felépíteni. Főleg, ti szakértők vagytok, tehát hogy nálatok valószínűleg nem a barkácsáruház, amit szeretnétek építeni. Ugye hogyan lehet, és akkor itt a következő kérdés, ugye erre is visszatér, de hogyan lehet 1500 ügyfeled? Hát nyilván úgy, hogy egy időben negyel, nem egy emberrel dolgozol, és akkor itt jön ugye képbe az, hogy esetleg idővel felveszed kurzusképpen ugye azt, amit tanítasz. Tehát nyilván ez egy idő után. Ugye itt, amikor már például működteted ezt a rendszert, akkor simán lehet az, hogy digitális terméket értékesítesz, és igazából gyakorlatilag reggeltől estig értékesítesz, és mondjuk például volt ez a fiatal apukás történet, amit az előbb mondtam, az egyébként egy tök jó is lenne, és gyakorlatilag minden reggeltől estig te fiatal apukákkal beszélsz szakértőként, és értékesíted nekik a videós kurzusodat, amit egyszer elkezdettél mondjuk másfél nap alatt, vagy két nap alatt felvettél. Két napig előkészültél, két nap alatt felvetted. És eladsz a videós képzésedből mondjuk 200 darabot egy hónapba. Jó, mondjuk egy picit mondjuk el legyen egyből 200 darab, eladsz mondjuk 30 darabot a videós képzésedből, egy hónapba 100 000 forint a videós képzésed, 99 ezer, tehát akkor gyakorlatilag 100 ezer forint, ez 3 millió forint bevétel. És úgy, hogy utána igazából nem kell ugye, elméletileg dolgoznod vele, mert hogyha ez szimplán egy videós képzés, ami mellé más nem adsz, akkor utána nem kell dolgoznod vele. Jó, ezek már, ezek már a következő szintek, tehát ez már 30-40-50 millió szint a szakértői bizniszekbe, ha pedig több százmilliósat szeretné, akkor nyilván nem egyedül értékesítesz, tehát hogy csak az apukás bizniszből, fiatal apukás bizniszből több százmilliósat, úgy, hogy berakod egy csapatot. És akkor mert tényleg az volt, hogy digitális terméken van, skálázható vagyok gyakorlatilag, tehát hatástöbbszörözést elértem digitális termékkel, skálázható vagyok, 6-7 ember, reggeltől estig gyakorlatilag konzultációkat tart fiatal felcsavartuk a marketinget, és, napon, és nem 100 telefonszámot szerzünk havonta, hanem naponta szerzünk 100 telefonszámot. Tehát, hogy ennél jobban nem kell bonyolítani a szakértői bizniszeket. És mindig gondolkozunk, én is mindig gondolkoztam az elején, hogy hogy voltam 40 millió, 40 millió elakadtam gyakorlatilag három éven keresztül nem tudtam átütni ezt a 40 milliós határt. És tök jó volt, hogy egyedül csináltam gyakorlatilag azt a 40 milliót, de nem tudtam ezt a három négy éven keresztül átütni. Nem értettem, hogy mi a, mi a, kulcs. És gyakorlatilag amúgy a digitális termék volt a kulcs, meg az értékesítő csapat. Nem kell, nem volt egy nagy, olyan óriási nagy újdonság, amit kellett volna vagy egy óriási nagy megoldás. Ennyit kellett beépíteni ahhoz, hogy át tudjuk törni ezt a szüvegplafon gyakorlatilag. Jó, úgyhogy ez a matekja az egész történetnek és itt még azért lehet abba gondolkozni, és azt se felejtsük el, hogy oké, okay, most azt mondtam, hogy ki az, aki egyből konvertál, tehát 100 telefonszámból három ügyfelem lett, viszont simán mondhatom azt, hogy jó, ettől függetlenül, hogy a 100, csak 100 telefonszámból három ügyfélet, attól még utána tudok nekik e-mailezni, tehát e-mailben tudom őket keresni, szóval onnantól fogva ingyenesen tudok nekik e-mailezni, az nagyon fontos. Tehát onnantól fogva a következő egy évben, ha minden hónapban lesz 100 telefonszám és e-mail címem, akkor egy év múlva van egy 600-700 fős listám. Azért nem 1200, mert nyilván le fognak iratkozni az emberek. Sokan leiratkoznak, vagy többen leiratkoznak. Ugye hát nyilván egy e-mail listáról leiratkozunk néha. Szóval lesz 600-700-800 darab ember, aki egy éve követ engem, és mondjuk minden héten küldhetek neki akár több levelet is, azzal kapcsolatban, ami őket érdekelheti. Fiatal mik mint azok a témák, amik őket érdeklik. És gyakorlatilag alakítom ki a bizalmat. De ha azt szeretném, hogy valaki meglátja a hirdetésem, 7-10-14 napon belül, 7-10-14 napon belül ő neki öm, gyakorlatilag ügyfél lesz belőle, úgyhogy előtt azt mondta, hogy ki vagyok, akkor viszont ezt az APTS rendszert kell ahhoz használnom, hogy ez működjön. Jó, úgyhogy ez szerintem, véleményem szerint egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű rendszer, és valóban, hogy mondtam, ennyire, ennyire egyszerű igazából a rendszernek a működtetése. És nem kell Wall Street farkasá válnod, pontosan azért, mert tehát az én telefonos csapatomat se úgy képzeljétek el, akik az irodánkban vannak, hogy ők, tehát az egyetem Wall Street valóság, meg ez nem ez az értékesítési módszer, amit mi is használunk, hanem felhívjuk azokat az embereket, akik feliratkoztak, megkérdezzük, hogy, hogy sikerült-e megnézni ezt a dokumentumot, hasznosnak találta -e, és utána igazából meghívjuk egy első beszélgetésre. Az első beszélgetésen pedig azt szeretnénk, hogy minden egyes ember, aki arra az első beszélgetésre, úgy távozzon, hogy azt érezze, hogy ha kifizetett volna 30 vagy 50 ezer font azért a beszélgetésért, akkor megérte ő neki. Tehát itt nem valami becsapás, vagy nem valami átverés van a történetben. Azt szeretném, hogy aki távozik, ti is majd díjmentes, díjmentes fényen vagytok. De nekem az a célom, hogy amikor ti innen elmentek, feltesszétek magatoknak azt a kérdést. Ha én ezért a tréningért fizettem volna 50 ezer forintot, megérte volna? Akkor azt szeretném, hogy azt válaszoljátok, hogy nem, hogy megérte volna, de baromi jó befektetés volt. Tehát, hogy és azt gondolom, hogy ez a szemlélet a vállalkozásban igazából el fogja érni azt, mind rövid, mind hosszú távon, amit, ami nyilván a vállalkozónak egy alapvető célja, hiszen a bevétel az az oxigén gyakorlatilag a vállalkozásunkban. Tehát nyilván ebből lesznek ügyfelek. Valószínűleg ma is valaki azt fogja mondani, hogy figyelj, oké, Róli, nekem ennek a felépítésébe. Nem mindenki, de bizonyos konverzióval azt fogják mondani emberek, figyelj, segítsek nekem ezt felépíteni, mert tudjátok már az összes, gyakorlatilag az elmúlt években az összes utat kiárnátok ezek a az összes a buktatót végigjártatok, nekem ez nincs kedve, egyedül, segítsetek felépíteni. Jó, tehát ez ennyi, ezért mondom, hogy azzal, hogyha adtok, azzal nem tudtok, nem tudtok veszíteni, és hiába, ugye itt még megjelent az, hogy de ingyenesen konzultálok, eljönnek hozzám, és 17 ember gyakorlatilag hogy nem csinálom semmit. Nem izgat, azért nem izgat, mert gépezetbe gondolkozom, az a lényeg, hogy a 20 emberből 3 ember, a 20 emberből 7 ember, 10 ember azt mondja, hogy benne van. Egyébként én még annyit elárulok, hogy én úgy szoktam alapvetően, régen mindig úgy építettem fel ezeket a konzultációkat, hogy ott magán a konzultáció, én mindig egy nagyobb szolgáltatásra mentem, tehát hogy az volt a célom, hogy egy magasabb értékű szolgáltatást értékesítse. És én ott nem adtam úgynevezett downsell, tehát kisebb ajánlatot nem adtam. Viszont utána rá egy-két napra, tehát mondjuk beszélünk, és azt mondom neked, hogy figyelj, Um, Ahogy ja, tudok neked segíteni, hogy hat alkalmat találkozunk egyenként két órára, és ez 500 000 forintba kerül. És azt mondod, hogy pff, ez biztos, hogy nem, most ezt nem tudom bevállalni, stb. Oké, okay, csak az anyagi, kezelem a kifogást, nem, 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 nem. Oké, okay, jól van, oké, okay, tökéletes örülök, hogy találkoztunk, sok sikert kívánok az elhangzottak megvalósításához. És egy-két nap múlva, két-három nap múlva felhívod az adott illetőt, és azt mondtad, hogy figyelj, két napja azon gondolkozom, én nagyon szeretnék vele dolgozni, mert látom azt egyetemet hogy tudok neked segíteni de két napja azt gondolkozom, hogy mit tudok kitalálni, hogy tudjak neked segíteni. És azt mondod, hogy oké, okay, 6x2 órából, abból gyakorlatilag tudtam egy kicsit engedni, és mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk 8 hétig dolgoznánk a 90 nap helyett, és 6x2 óra helyett lenne 4 60 perc. Nem lesz annyira intenzív, mint az első, amit megbeszéltünk, de 4 60 percben nagyot lehet előrelépni ebben a rendszerben. És azt mondja az adott illető, hogy figyelj, és meg azt mondott, hogy nyilván ez mondjuk 150 ezer forint és azt mondja, hogy tehát nem árkedvezményeztél, ugyanúgy magas árat tartottál, csak elvettél a csomagból, ez 150 ezer forint. És azt mondja, hogy jó, figyelj, ez már abszolút bevállalható. Ez abszolút bevállalható, tökre örülök egy hogy kerestél ezzel kapcsolatban. Ha nem kell újra értekesíteni, mert nyilván a bizalom már kialakult a konzultációm. Jó, ez egy, ez egy stratégia, amit szoktam használni. És ez nem is és hanem ez inkább megint csak egy ilyen Homlokra csapás történet volt nekem mindenképpen, amikor megértettem azt, hogy hosszú távon abszolút van hely a márkaépítésnek. Félreértés ne essék. A social media posztolgatásnak, a social media építésnek van értelme. Nem azt mondom, hogy nincs értelme. Csak azt mondom, hogy legyen egy kiszámítható üzleti rendszered, egy üzleti modelled, és legyen egy gépezeted. Melybe ha beteszel X forintot az elején, akkor Y forint lesz a végén. Ezért van az, hogy az ügyfeleim, akik több százer követővel rendelkeznek, 30 -ad annyit keresnek mindén. És nyilván utána, amikor jönnek hozzám, akkor én segítek nekik, és egyébként onnantól viszont nekik, csinálat, de nekik kurva dolgok van onnantól fogva, mert évekig viszont megdolgoztak a bizalomért, tehát amikor nekik beépítjük ezt a gépezetet, akkor gyakorlatilag egy robbanásszerű növekedés szokott történni az ő bevételükbe. Tehát, hogy ezt is azért hozzáteszem, hiszen nyilván nekik van egy forró közönségük, akik bíznak, bízik az adott szakértőben. Tehát dolgozom együtt mondjuk egy sziológussal, több sziológusnak segítettem előfizetéses rendszerek építésében, hiszen ott nagy probléma, hogy ugye az időmet adom mert pénzért, és több pszichológussal dolgoztam, akiknek ilyen több tízezres vagy több százezres követettségük van Instagramon és TikTokon Magyarországon, és náluk nagyon egyszerű volt az, hogy például felépítettünk egy előfizetéses rendszert, felépítettünk egy ilyen listát, felépítettünk egy kampányt, elloncsoltuk, a, elloncsoltuk magát az előfizetéses rendszert, tehát gyakorlatilag elindítottuk, és azonnal 300 ember volt az előfizetéses rendszerében onnantól fogva addig keresett egy másfél millió forintot havonta, sok ügyfelezéssel, ami azért eléggé megterhelő lelkileg, ugye ezt azért nem, nem könnyű a sziológusi munka sem, eléggé megterhelő lelkileg, onnantól fogva gyakorlatilag 3 millió forintot keresett minden egyes hónapban az előfizetéses rendszeréből szakértőként, hiszen az előző években megdolgozott a bizalomért, őnála ugye ez a rendszer, ez nagyon egyértelmű volt. Csak ezt mondom, hogy, hogy ennek a kettőnek együtt kell működnie, és a social médiában gyakorlatilag értelme van a posztolgatásnak, értelme van a márkaépítésnek, csak általában, ahogy itt írtam is, nincs idő hibázni, mert vagy nincsen büdzsé, vagy nincsen büdzsé, vagy egyszerűen nincsen időd. Nincs időd arra, hogy kiderüljön 12 hét múlva, hogy nem működik az a töltsér, amit kitaláltál. Jó, nézzük meg egy rajzon, hogy hogyan áll össze ez az egész történet. Itt egy olyan idézetet hoztam, amit nagyon sajnálom, de nem tudtam ezt nem tudtam, ez egy internetes idézet volt, és nem tudtam biztosítani, hogy ez valóban Michelangelo-tól származik, tehát itt ezt szeretném kijelenteni, hogyha valaki úgy tudja, hogy ez nem őtől származik, akkor ez, ezt az idézetet inkább a szemlélet miatt vegyük akkor itt, jó? Tehát minden kőben benne van a szobor, csak a feleséget kell lefaragni róla. És én ebben azt értem, hogy számomra azért szép, és én ezért szeretem olyan a vállalkozás fest, és mert én úgy érzem, hogy ez számomra a művészet, nekem ez, ez gyakorlatilag tényleg a szenvedélyem. Tehát sok-sok ezredik konzultációm is ugyanolyan, ugye egyszerűen ugyanolyan flow és gyakorlatilag én imádom ezeket. És pont ezért művészet számomra az, hogy egyszerűen eljuttassam ezt az egész APTS rendszert arra a pontra, és magát az ügyfélszerzést eljuttassam arra a pontra, hogy ha, ha itt csak úgy, mint a szobrászatban, akkor kész a mű, amikor már nem tudok mit elvenni belőle, mert akkor össze, gyakorlatilag összedől, összedőlne a történet a mű, amit készítek. És nekem ez volt a célom ezzel az APTS rendszerrel. Tehát én feltettem magamnak a kérdést, hogy Roli, oké, okay, gyakorlatilag az elmúlt években szert 400-500 millió forint bevételre. Ez különböző ügyfelszerző rendszereket tetted, mindent kipróbáltál. Akkor most nézzük meg, őszintén, szükség volt arra, volt értelme annak, hogy megcsinálják 270 YouTube videót? Volt. De szükségszerű lett volna ahhoz, szükségszerű volt ahhoz, hogy elérdezen üzleti eredményeket? El tudtad volna érni nélküle? Nem volt szükségszerű, el tudtam volna érni nélküle. Akkor nem kell podcast. Csinálta 30, 30 darab Instagram szorít? Ennek volt értelme? Volt. Szükségszerű? El tudtad volna érni nélküle ezen üzleti eredményeket? Nem szükségszerű, el tudtam volna érni. Tehát ezért vettem ki minden gyakorlatilag, ami felesleg és ezért, ezért, tudtam a bonyolult, egyébként számomra az első években nagyon bonyolultnak tűnő ügyfélszerzést leegyszerűsíteni gyakorlatilag négy darab betűre, amit mindjárt elmondok, hogy mit jelentenek ezek, és nyolc egyszerű pontra, amit most végignéztünk. APTS, menjünk végig a, 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 a betűk jelentésén. Az, az, A betű az attention, tehát figyelem, attention, figyelem. Tehát az attention, tehát figyelemnek a megszerzésére utal. Attention, mint egy angol, angol szó figyelem megszerzése. A P, az a prospecting angol szó, és ez, arra, ez az érdeklődő szerzésre, érdeklődőkre utal. Prospecting érdeklődő, prospect érdeklődő, client ügyfél. És ezt és csak, ugye angolul, nagyon sok mindent angolul gondolkozom, mert angol koncepciók csak ezért van ez, hogy a betű szó angol gyakorlatilag. T az a trust, az az bizalom. T az a bizalom. T, mint trust, mint bizalom, jó? Attention, figyelem, prospecting, érdeklődő szerzés, trust, bizalom. És S, sales. S, mint sales. Jó az utolsó betű, az S, az a sales, tehát értékesítés. Tehát figyelem, érdeklődő szerzés, bizalomépítés és értékesítés. Jó, ez a négy betűnk, és akkor menjünk végig a nyolc pontom. Tehát hirdetést futtatok fiatal apukáknak, és arról beszélek, hogy, miért ne hogy milyen nehézségek vannak az ő életében. Például, hogy reggel nem tud elindulni, a gyermek hisztizik, és így nem tudnak elindulni az óvodába, és így minden reggel egy ilyen szélmalomharcnak érződik a reggeli óvodába indulás. Ez például egy hirdetés. Majd azt mondom, hogy erre nekem egyébként van egy megoldásom, ami egy hangjegyzet, mert én egyébként együtt dolgoztam több mint 50 apukával az elmúlt két évben, és észrevettem három darab, ugye, Vállalkozók vagyunk, kreatívak, általában jók vagyunk a minták elemzésében, a minták felfedezésében. Észrevettem három mintát, amely minden apukánál gyakorlatilag ugyanaz, és általánosan elmondható, hogy ez működik. Ha ezt a három dolgot végzed, akkor nagy valószínűséggel, fiatal apukaként egyszerűbbnek fognak tűnni a reggeli indulások. Következő, ugye töltsd le, iratkozz fel, töltsd le. Feliratkozó oldal, feliratkozó oldalon feliratkozik, megadja a keresztnevét, az e-mail címét, a telefonszámát 1000 forintért, és minden 30. apuka, Felhívjuk őket, felhívjuk őket, vagy mi, vagy az asszisztensünk, felajánlunk egy díjmentes konzultációt, megkérdezzük, hogy tudta-e használni esetlegesen, és semmi probléma, hogyha nem tudta használni, mert higgyétek el, nem fogják ezeket az emberek a legtöbbször megnyitni. Nem fognak semmit kezdeni vele, mert nem fizetett érte, ezért nem veszik komolyan, nincs ott a figyelme, úgyhogy nem fognak semmit gyakorlatilag kezdeni vele, nagy valószínűséggel. De nincs ez a probléma, mert nekem nem feltétlenül az volt a célom, hogy ő az én ingyenes tartalmamból azt érezze, hogy ez a világ legjobb ingyenes tartalma volt, hanem nekem az a célom, hogy egyszerűen, hogy előhívjam azokat az embereket, akik ezzel a problémával rendelkeznek. Tehát ez igazából a célja. Ezzel együtt persze törekszem arra, hogy nyilván az ingyenes tartalma magas minőségű legyen, tehát hogy nyilván minden érintési ponton törekszem a magas minőségre, mert annál jobb lesz a konverzióm természetesen. De egyébként nem ez, nem ez az elsőleges célom, hanem az, hogy megtudjam, hogy kinek van ez a probléma az életében. Virtuális sem felhívja a telefonon fiatal apukákat, 100 darab fiatal felhív, 30 darab konzultáció lesz belőle. Én a 30 konzultációból lezárok egyéni együttműködésre 10 darab fiatal apukát, egyenként 500 ezer forintért. Kerestem 5 millió forintot a következő három hónapra tele a naptáram. És gyakorlatilag legközelebb, amikor megint szeretnék majd együtt dolgozni fiatal három hónap múlva akkor, és itt jön az, hogy nem akkor veszem elő ezt a rendszert, mert akkor kapcsolom be, hanem egészen addig futatom, mert termeljenekem nekem szépen a háttérbe a kis robot dolgozzon, termeljenekem nekem a telefonszámokat a háttérbe. Jó, és tudok e-mailezni nekik, és tudok e-maileket írni, és tudok kommunikálni. Tehát itt kimennek az automata e-mailek is, meg fel is Ugye ez a tévetű trust, ez arról szól, hogy itt van ez a 30, és e általában először a 30-45 perces konzultációt, vagy 60 perceset szoktam felajánlani, tehát két órásat egyből nem és akkor igazából ott a 30 és 45 percben gyakorlatilag megértem, hogy ki az adott személy, akiről szó van, látom, hogy ő ideális ügyfél számra vagy sem. Ha ideális ügyfél, de nem annyira, hogy mondjuk nem, anyagilag nem kvalifikált, hogy magasabb szinten dolgozzunk együtt, akkor down szellelek, ami annyit jelent, hogy ez itt a, mint láttuk, az a down annyit jelent, hogy a kisebb ajánlatomat már ott értekesítem 30-45 percbe. Tehát azt mondom, hogy figyelj, az alapján, amit igazából beszéltünk, ugye ezek a tanácsaimokat elmondtam, és ezen felül igazából én úgy látom, hogy most számodra pontosan megfelelő az, hogy mondjuk három órára találkozunk, háromszor hatvan percre a következő három hónapban, és segítek neked ezt kivitelezni, amiről beszéltünk. Ez 100 000 forintba kerül, ez hogy hangzik számodra? Figyelj, ez jól hangzik, oké, rendben, hova utaljam át? Da, 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 da. jó? Tehát, hogy ennyi. Itt a script, amit még írtam, tehát ide azért szükség van egy alapvető kérdéssorra, amit felteszel ebben a beszélgetésben, hogy megtudd, hogy ki az az adott illető, hogyan tudsz neki segíteni. És akkor az utolsó a sales, és itt, ahogy mondtam, nem kell bolszétfarkasál válni, hiszen itt a szakértői tudásod az, ami az elsődleges értéked az értékesítésben. Jó? Azért fogok megbízni benned, mert elmegyek az első konzira, és te meg tudtad válaszolni az én kérdéseimet. És ezért bízok benned, hogyha dolgozom veled együtt, akkor ez egy jó folyamat lesz. És azt is látni kell, hogy az emberek szakértőként nem az információért fizetnek neked, hanem azért, hogy ott legyél mellette, hogy amikor elakadnak, akkor tudjanak kérdezni tőled, hogy amikor kihívásaik vannak, akkor tudjanak kérdezni tőled, hogy egyszerűen azt a sok információ halmaz, hiszen megint csak az információ hatalom valójában, de megint ugye visszatérnék ahhoz a ponthoz, hogy egy szuperkomputer a zsebetekben. Gyakorlatilag a világ összes, szinte összes kérdésére megtalálható a válasz pillanatokon belül Google-ben. Tehát igazából szükségszerű te nem lennél, hogy én mondjuk a krízisemet leküzdjem veled, mert ha csak az információ múlna az, hogy valamit meg tudok valósítani, akkor nem lenne rád szükségem. De hát azért ezt tudjuk az ügyfeleinkkel való munkából, hogy az információ az önmagában kevés a transformációhoz. Tehát azért szükség van időre, szükség van pár alkalomra, szükség van pár hétre, pár hónapra, hogy valakinél az az adott változás, amiben mi segítünk, az meg tudjon történni. Általában ez elmondható szakértői vállalkozásokról. Jó, úgyhogy ezért mondom, hogy gyakorlatilag itt a szakértői bizniszed, az a szakértői készségtárad az, amivel értékesítesz. Jó, és nem azzal, hogy te vagy a Wall Street farkasa. Úgyhogy ezek voltak így az alapvető dolgok, amikkel én már készültem nektek az APTS rendszerre kapcsolatban. Mindjárt lehet feltenni kérdéseket, én csak egy nagyon egyszerű dolgot mutatnék. Valaki érkezett a, reggeli konzultációra, és feltette nekem azt a kérdést, esküvői dekorációkat készítenek, esküvői dekort visznek. Feltette nekem azt a kérdést, hogy Roli, esküvői dekornál hogy használnád ezt? És mondom, figyelj, hát nem az a cél, mi a cél? Hogy mondom, megtudod, hogy kik azok az emberek, akik esküvői dekoron gondolkoznak. Mondom, én csinálnék mindenképpen a te helyedben egy nagyon-nagyon egyszerű videót, méghozzá a következő módszerrel. Tehát megint csak azért mutatom ezt meg, mert annyira egyszerű megoldásokat használok, és egyszerűen annyian ilyen ninja trükköm van az elmúlt évekből, mert annyi, rá kényszerítve, hogy ezeket mind gyakorlatilag kikísérletezzem. Mutatok egy egyszerű dolgot, mert valószínűleg ezen a ponton a technikai megvalósítás nehézségét túl fogjátok becsülni és azon gondolkoztok, hogy ja, értem, esküvői dekor, oké, okay, akkor arra biztos hogy kell csinálni valami nagyon jó dokumentumot, vagy valami nagyon jó videót. Nem. A következőt csinálnám. Van egy bővítmény itt a Chrome-ban, amit Loom-nak hívnak. L-O-O-M. nak hívnak l o o m l o -M. Tehát beírjátok itt L-O-M, Chrome Extension, Chrome bővítmény. Beléptek az első találatra, és elmentek, hogy hozzáadás a Chrome-hoz az, összes bizniszemet, ugye, hogy mondtam, 6-7 szoftver, szoftverrel megoldom, full egyszerű megoldásokkal. Ami egyszerű, a skálázható. Ami komplex, ami bonyolult, az a megvalósításnak, a cselekvésnek az ellensége. Egyszerű, egyelő, skálázható, bonyolult, egyelő, nem lesz cselekvés. Szóval, Bloom, ez a kis cucc, ez nagyon okos, annyit tud, hogy felvesz nekem gyakorlatilag egy képernyőfelvételt, tehát nem kell stúdióba menni, nem kell túl bonyolítani, most egy, mindjárt egy, igen, most dupla roli van, mert ugye a trend is lehet engem látni, de amúgy én inkább nem kell, és akkor nem kell foglalkozni azzal, hogy az embernek milyen a haja, meg hogy néz ki, meg milyen a smink. Szóval screen only. és Gyakorlatilag ezt benyomom, és megmutatom, hogy hogy csinálnék esküvői dekoros csalit. Szia, én Tusnádi Roland vagyok, én vagyok a csodálatos esküvő 2000 kft a tulajdonosa. És ugye letöltötted ezt a dokumentumot, amiben azt ígértem, hogy megmutatom neked, hogy melyek a 2023-as esküvői szezonnak valószínűleg mik lesznek az esküvői legmenőbb esküvői, legdivatosabb esküvői meghívói. Úgyhogy nézzük is meg. Mutatnék pár mintát neked, pár példát. Itt láthatjuk ezt a kicsit klasszikusabb, mondhatnám, hogy vintage vonalat NC és Petinek az esküvéről. Ennek az az előnye, hogy, ennek az az a hátránya, hogy, ez körülbelül ennyibe fog kerülni. Oké. Okay. Ugye azért itt el lehet csúszni ilyen történetekkel is, mint például ez az esküvői csekkes meghívó, hát ezt mindenkinek az ízlésére bízom, hogy ez az ő számára mennyire vonzóa vagy sem, de egyébként lehet ilyet is csinálni, ennek az az előnye, hogy ennek az a hátránya, hogy ez azért divatos, mert ez ennyibe fog körülbelül kerülni, jó? Jó, hát itt mindent elmondanék, nyilván bocsássatok meg, nekem légy szíves, hogy nincsen az esküvői meghívókkal kapcsolatban széles tudástárom, inkább a feleségemnek van, de nekem kevésbé, de a lényeg az az, hogy kész a videó. Szia, én Tusnádi Roland vagyok, én mondjuk a csodálatos esküvő 2000 kft a tulajdonosa, és ugye letöltötted ezt a dokumentumot, amiben azt ígértem, a legmenőbb esküvétlát. Itt láthatjuk ezt a... Jó, tehát én elköltöttem 2019 végétől 2020 közepéig, egy podcast stúdióban elköltöttem, befektettem, de végül is elköltöttem, 5 millió forintot, és minden hónapban ment a podcastom minden gyakorlatilag havi egyszer forgattam, és 20 adás kiment minden hónapba. A egy nap leforgattam, 20 adást megcsináltam, minden reggel kiment az adásom. YouTube-on, minden hétköznap. Ez tök jó. Ma gyakorlatilag én, ha nem muszáj, nem megyek stúdióba. Ez a Loom, ez konkrétan 5 percig egy ingyenes szoftver, és igazából akkora minőségbeli különbség van most, most e között, meg a stúdióba mentem volna. Kicsit klasszikusabb, mondhatnám, hogy vintage, ha valakit zavar az, hogy egy picit dobozos a hang, akkor vesz magának egy mikrofont otthora, és megoldotta a problémát. Tehát, hogy igazából 35.000 forint beruházással, egy mikrofonnal gyakorlatilag megoldottad a problémát, és az a lényeg, hogy ez lenne az, amit elküldenék a feliratkozó oldalom. És esküvői dekornál például azt csinálnám, hogy, hogy 2023-as 2023 esküvői szezonnak az esküvő meghívó trendjei. Kattints ide, és töltsd le, hogy 2023-ban milyen esküvői meghívók lesznek trendig. Ez lenne körülbelül a csalim ez lenne a hirdetése, mert rá kattintanak, kikattintanak rá. Hát nyilván az, akinek 2023-ba esküvője lesz, és még nem talált dekorost, vagy még gondolkozik, rá megnézni az én 10 perces videómat, amit felvettem gyakorlatilag 5 másodperc alatt. Itt fognám a linket, copy link, és puff, itt a videónak a linkje. És amikor valaki feliratkozik, akkor akár innen letölteném, mert innen amúgy le is lehet tölteni ezt a videót, tehát innen letölteném, felraknám YouTube rejtet rejtett videóként, és gyakorlatilag itt még emlékeztek talán, hogy itt ilyen egy másodperc alatt be tudtam rakni videót ide. De most itt nyilván nem a feliratkozó oldalra raknám ezt a videót, hanem ugye amikor itt beírod az adataid, roland, rolandusanit.com, email.com, plusz 3630, bla bla bla, amikor itt rákattint, hogy jelentkezés, vagy szeretném látni a meghívókat, puff, akkor a köszönő oldalamit amit ugyanilyen könnyű összerakni, mint ezt, oda gyakorlatilag egy ilyen videót beillesztenék, és behúznám ezt a LUM videót, ezt ugye feltölteném YouTube-ra, azt pedig gyakorlatilag beilleszteném ide.